Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Készülőben van Bátaszi klíma koncepciója. A város most egy közösségi felületet hozott létre, melyen keresztül megosztja a lakókkal a környezettudatosságot segítő akciókat, témákat. Szeretnénk bevonni minél több bátaszékit magának a klímastratégiának az összeállításába is. Bátaszék városa tagja egy olyan klímaegyesületnek, amelyben alig 10 önkormányzat közösen dolgozik a környezettudatosság fejlesztésének ügyén. Innen jött az ötlet, hogy hogyan tudunk helyben is a klímaváltozással kapcsolatban tenni, illetve minél több információt eljutatni majd a város lakóihoz. Hála jó Istennek lehetőség volt KEOP forráshoz hozzájutni egy pályázat keretében. Közel 10 millió forintot nyert a város. Ennek keretében több feladatot fogunk megvalósítani. Egyrészt elkészítjük a város klímastratégiáját. Ez a dokumentum ez alapvetően arról fog szólni, hogy egy önkormányzat mit tud tenni a klímaváltozás lassítása érdekében, illetve a város lakói mit tudnak egyénileg tenni ennek érdekében. Ahhoz, hogy ezt a klímastratégiát és a klímaváltozással kapcsolatos feladatokat minél szélesebb körben meg tudjuk ismertetni, ezért ennek érdekében szemléletformáló programok lesznek, események lesznek, kiadványok fognak készülni. Ezekhez szükséges technikai feltételeket is a pályázat keretében tudjuk majd finanszírozni, illetve a programokat tudjuk finanszírozni. Több célcsoport számára próbáljuk ezt majd megtenni, több korosztály számára, hiszen a gyermekkortól az időskorig a szakma véleménye az, hogy mindenki hozzá tud járulni a klímaváltozás csökkentéséhez. Ezeket az ötleteket fogjuk feldolgozni, és ezeket az ötleteket fogjuk megismertetni. A város eddig is kiemelkedően kezelte a környezetvédelem ügyét. Eddig csak a közintézmények vagy a városi közvilágítás korszerűsítésére gondolni, de ebbe a körbe tartozik az évfája díja is. Független attól, hogy a klímastratégia most fog elkészülni, a városunk már próbált tenni a környezetvédelem, és ennek megfelelően az éghajlatváltozás csökkentésé érdekében, hiszen valamennyi közintézményünk már rendelkezik napelemekkel, annak érdekében, hogy a fosszilis energiatermelést ilyen értelemben lehessen csökkenteni. Igyekeztünk a közvilágítás korszerűsítés kapcsán is ehhez hozzájárulni, hiszen jó néhány évvel ezelőtt már ledes lámpatestek kerültek felhelyezésre, illetve a fűtési rendszereinket is már úgy próbáltuk átalakítani, hogy minél hatékonyabb és minél kevesebb gázenergiát felhasználó készülékek kerüljenek beépítésre. Ezek apró lépések, de fontosak egyrészt a környezetvédelem szempontjából, természetesen a gazdaság és üzemeltetési szempontból is. Nem nagy dolgokra kell készülni a lakóknak, hiszen olyan mindennapi kis odafigyelést igénylő tettekre szeretnénk ösztönözni a bátaszékieket, melyekkel segíthetik a munkánkat, mondja Bozsolik Róbert. Alapvetően a program, ahogy említettem, a város számára fog meghatározni feladatokat, hogy nekünk mi a feladatunk, mint település vezetésnek, de a lakosság számára is, de olyan jellegű dolgokat, amelyek csak egy kis odafigyelést jelenthetnek. Például gyakran halljuk azt, hogy az ingatlanunkról levezetett csapadékvizet, ha gyűjtjük, és azzal locsoljuk a növényeinket, virágainkat, kertjeinket, már egy kicsit hozzá tudunk járulni a klímaváltozás csökkentéséhez. Ilyen és ehhez hasonló ötleteket próbálunk mindenki számára elérhetővé tenni. A dokumentum elkészítése abból a szempontból is fontos, hogy jelen pillanatban is jelentős Európai Uniós források vehetők igénybe ilyen jellegű projektek végrehajtására, és várhatóan a következő uniós ciklusban is, pénzügyi ciklusban is erre lesz lehetőség. Erre alapozva szeretnénk olyan forrásokat hozni városunkra, amelyek adott esetben újabb energetikai korszerűsítéseket tudnak majd jelenteni, vagy közvetlen adott esetben a lakosság számára adnak lehetőséget a klímaváltozás csökkentését célzó intézkedések vagy feladatok végrehajtására. A város most egy közösségi felületet hozott létre a tevékenység koordinálására. Ahhoz, hogy a város lakóit be tudjuk vonni ennek a dokumentumnak az elkészítésébe, ezért egy közösségi oldalon egy úgynevezett klímaőr, bátaszéki klímaőr elnevezésű felületet hoztunk létre. Itt fogjuk megosztani mindazokat az információkat, hogy mi is a klímaváltozás, hogyan tapasztalják a mindennapi életükben az emberek a klímaváltozást,
Itt próbáljuk elérni a bátaszékélyeket, hogy ők is ötleteket adjanak számunkra. Természetesen a város honlapján is meg fog jelenni, de ez egy közvetlenebb felület. Szeretnénk bevonni minél több bátaszékit a dokumentum összeállításában, ezért várunk magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket, akik számára fontos ennek a dokumentumnak az elkészítése, és talán még fontosabb, hogy a klímaváltozás érdekében tudjon tenni, jelenkezzen. Az első pillanattól kezdve az ő véleményük és az ő közreműködésük szükséges ahhoz, hogy egy olyan dokumentumot hozzunk létre, amelyet be is tudunk tartani. Jelentős szerepet játszott a város sportéletének megszervezésében, a bátaszégi sportcsarnok létrehozásában kiemelkedő érdemeket szerzett. Megszervezője a helyi polgárőrségnek. Százon felül van véradásainak száma. Ezek külön-külön is megbecsülendő tettek. Bencs Vilmos a napokban ünnepelte 80. születésnapját. Ezzel a riporttal kívánunk jó egészséget neki. Kaptunk ilyen cédulát, amivel kirúgtam, én már nem emlékszem rá, hogy piros, zöld, vagy fehér, vagy mi volt, de akinek ilyen volt, az háborús bűnösnek számított. Úgyhogy én 5 éves koromban az lettem. Bencs Vilmos a Felvidéken született, de nagyon hamar megtanulta, milyen az, ha a hazájából szárműzik az embert. 5 évesen vagonba rakták, és internáló táborba került. És az élet fintora, hogy már itt is találkozott bátaszékélyekkel. A Kismédi Nándi bácsival kerültem egy helyre. Ő is ott volt, ő már 16 éves volt akkor, és mondta, hogy jaj, te emlékszem rá, hogy volt egy nagyon aranyos, szőkésbarna kis fiatal hölgy, az olyan gyönyörűen énekelt nekünk, mondom, Nándi, erős egy fölfiam, az az én édesanyám volt, akinek te énekelt. Na, ott voltunk egy, csak nem egy évig, mert karácsony másnapján értünk Kaposvárra a nagyszüleimhez. Kaposvár után Fadra került testnevelő tanárnak a nevelő otthonba. Bátaszéken hirtelen megszűnt a férfi testnevelő és a rajszakos özé, hát mivel feleségem rajszakos, hát az egész nagyközségi közös tanás küldöttsége eljött Fadra, és könyörögtek, hogy jöjjünk ide, mert nagyon nagy szükség van ránk. De hát már kész volt a házunk alapja, minden építőanyag megvolt. A nagyközségi tanás mindent elintézett. Megkaptuk ezt a házhelyet, itt így kerültem bátaszékre. A lányok mindjárt mondták, nyíljél végre egy új kis tag. Hát nem lettem kis tag. És de mivel ebben a sztoriban van egy olyan rész, amit nagyon nem szeretnék elkerülni, azt azért tudnotok kell, hogy én egész életemben jó a rendszerváltásig, nem kollektív, hanem megtűrt személy voltam, mert az édesapám, Kaposvári Nagyboldogasszony templom egyházközségi elnöke volt. Végig a Rákosi rendszerben és végig a Kádár rendszerben 48 éven keresztül, és egyetlen sztorit azért elmondok, hogy a Kaposvár, amikor a Táncsics gimnáziumban fölvételiztek, vagy fölvettek. Egyedül én voltam, akinek fölvételi vizsgát kellett tennem, mert simán nem ment. Mert én úgyhogy 56-ban 3 napig be is voltam zárva, mondjuk nem börtönbe, hanem az igazgató irodában nem engedtek haza az iskolából, mert fölforgatták az egész lakást, mert az édesapám nem is akármilyen kertész volt. Majd erről is egy kicsit mesélek, de fölforgatták a házat, mert volt egy gyereknyomdájtó, hogy gumi őzés, az a nyomos gumi, mivel kertész volt, amit árult magukat, ezzel nyomtatta rá ezért, és kitalálták, hogy akkor mi gyártottuk az 56-os röplapokat, úgyhogy 3 napig még büntetett előilletű is lettem. Bátaszéken a testnevelőként dolgozó Bencs Vilmos elismert ember lett. Nagyon sokat tett a város sportcsarnokának létrehozásáért. Egész jó indult, mert az első évben, amikor ide kerültem, találtam egy rendkívüli atlétát,
aki országos úttörőolimpiai bajnok is lett, most úgy hívják, hogy dr. Győri Gábor. Egyébként gyermekorvos Szekszárdon. Na, és akkor, hát mivel én futballista voltam, valamikor NB1-ben is játszottam, akkor kitalálták, hogy én legyek a serdülő edző, és a serdülő edzői korom az nagyon röviden annyi, hogy 10 évig voltam edző, a 10 évből 7-szer megnyertük a megyei bajnokságot, 2-szer lettünk másodikak és 1-szer harmadikak. A 10 év után az Illés Béla elnök úr egyszer csak megkeresett és közölte, hogy jaj, Vilmos, eszembe jutottam, lejárt a szerződésed, mert jött egy igazi szakember. De jó, kész. Most nem mondom meg, hogy ki volt az igazi szakember, de akkor elkezdtem kosárlabdával foglalkozni, és nagyon jó viszonyt tudtam kialakítani az Atomerőmű Sport Egyesülettel, a paksiakkal, és kosárlabdában meg megint találtam olyan tehetségeket, hát az egyikről feltétlenül meg kell emlékeznem, a szegény Szűcs Péter volt. Egy rendkívül tehetséges, annyira ügyes gyerek volt, és megkapta a jó tanuló, jó sportoló oklevelet is, és szegény meghalt. Arra azért büszke vagyok, hogy hogy a tornacsarnok olyan lett, és akkora lett, mint amekkora lett. A Nagyferi akkor, ahogy hívták, a nagykösségi közös jegyzője volt. Úgy van, jegyzője volt. Ővele harcoltunk egész addig, amíg el nem hitték, hogy nem kerül sokkal többe, és így lett 24x48-as a sportcsarnok 16x36-os helyett. Nem tudom, hogy hol tartanák a helyzékat, a fenyőkupákat, meg a többi, ha nem lenne. Rengeteget dolgoztam a sportcsarnoknál, a gyerekekkel. Szinte mi építettük föl. És nagyon sok kollégám, aki már meghalt sajnos, a Sulc Gyuri nagyon sokat segített a sportcsarnok megépítésében. Amikor meglett, akkor hát az lett a második otthonom. És volt olyan, hogy nekiálltam gondolkodni, mert hát azért gyakorlatilag egyedül nekem volt Bátaszéken edzői oklevelem, amit a testnevelési főiskolán szereztem, de nem cseréltem el a tanítást az edzőséggel, pedig milliómos lehetnék. Nem, jobban szerettem a gyerekeket, és olyan volt, hogy nekem nem volt problémám a serdülő csapattal soha, mert 30-40 gyerek mindig ott lebzsett, és nagyon sértődöttek voltak, amikor nem kerültek be a csapatba. Csak hát nekem könnyű dolgom volt, mert aki edzésen nem jelent meg, az másnap testnevelés órát megkapta magáét. Ez így néz ki. Bátaszék egyik büszkesége a Felvidék Táncegyüttes, melynek megalakulásához Bencs Vilmos nyújtott segítőkezet, ám ennél egy dologra még büszkébb, a városi polgárőrség létrehozására. A polgárőrség úgy jött, hogy nagyon jó barátom volt az Egle Karcsi, akkor önkormányzati képviselő, és az akkori polgármesterrel kitalálták, hogy kellene egy ilyen polgárőrség, önkormányzati polgárőrség, és az az igazság, hogy 1991-ben meg is alakult. Én, hála Isten, alapító tag vagyok, sajnos most már csak ketten vagyunk a Róman Gyurival, de azóta ott vannak a relikviák a 25 évről, meg a jövőre, meg már 30 éve leszek polgárőr. És nagyon jó jött, mert én nekem pláne, mert akit el tudtam kapni gyereket, az gyorsan el is tűnt haza mindjárt, abban a pillanatban, mikor engem meglátott. Azt tudja mindenki Bátaszéken, hogy én vagyok az egyetlen, akiről
egy szólásmondás fönnmaradt, hogy Isten mentsen a bens. És ezt állítólag tudta már az óvodában is minden gyerek. Azt merem állítani, hogy 6 méterről előre köszönnek mindenki, akit nem is ismerek, az a polgárőr is. De a jó részét tanítottam természetesen. Becsvin most ma is aktív közösségi életet él. Énekel 2 énekkarban, a Rákóczi Szövetség elnökeként pedig segíti a civil szervezeteket. És nem mellesleg sokszoros véradó. Olyan életutat járt be, amely tiszteletet parancsoló minden bátaszéki számára. A koronavírus járvány átalakította a szociális ellátási rendszert. A járvány előrehaladtával a szabályok folyamatosan aktualizálódtak. Bátaszék városa továbbra is minden segítséget megad a rászorulóknak, mindennapi problémáik megoldásában. Készülnek a csomagok a rászorulóknak, mutattuk be egy korábbi műsorunkban. Ez az adakozás is része volt annak az akciótervnek, melyet a bátaszéki önkormányzat bonyolított a vírusveszély idején. Március 13-a a koronavírus járvány kirobbanása óta a szociális ellátások terén jelentős változások mentek végbe a helyi önkormányzatokban. Emellett a polgármesterek kaptak felhatalmazást arra, hogy a képviselőtestületek jogkörét átvéve döntsenek a napi, többek között a szociális szférát érintő ügyekben. Elég sokrétű feladatra kaptunk felhatalmazást a veszélyhelyzet kapcsán, és többek között ugye a szociális ellátások közvetlen irányítása is polgármesteri feladatkörbe került, tekintettel arra, hogy a szakbizottság, azaz a szociális bizottság nem ülés, ezt nem működhet. Ennek megfelelően a segélykéremek elbírálása, a szociális ellátások elbírálása polgármesteri feladatkörbe került. Igyekeztünk minél rugalmasabban kezelni természetesen ebben a helyzetben ezt a feladatellátást is. Ezt tettük úgy, hogy egyrészt mindazon ellátások, amelyek korábban hosszabb időtartamra kerültek megállapításra, és a veszélyhelyzet időszak alatt jártak volna le, gondolok én ilyenre, mint gyógyszer utalványoknak a biztosítása, vagy lakhatáshoz biztosított települési támogatásnak a biztosítása. Ezeket automatikusan külön kérelem nélkül meghosszabbítottuk, jelen pillanatban 6.-30-áig, tehát nem kellett újabb kérelmet benyújtani, és folynak továbbiakban is az ellátások. Érezhető volt, hogy egy kicsit talán csökkent az igénybevevőknek a száma. Ez talán annak volt köszönhető, hogy nincs közvetlen kontaktus, hiszen papír alapon kell benyújtani a kéremeket. Ebben azért segítségünkre van a gondozási központ, hiszen ők segítenek a kéremek kitöltésében, de nem olyan drasztikus a szociális kéremeknek a száma, mint amit adott esetben előzetesen lehetett volna prognosztizálni. Talán segített ezen az is, hogy elé mentünk a problémának, és mondjuk húsvétkor az önkormányzat élelmiszeradományokat biztosított alanyi jogon a rászorult családok számára, a veszélyhelyzethez kapcsolódó fertőtlenítőszereket biztosítottunk a rászorult családok számára, szintén szociális alapot figyelembe véve. A vírus veszély új szakaszba lépett, amely másféle intézkedéseket kíván majd. Bozsolik Robert azt mondja, minden szükséges feltétel adott a helyzetek kezelésére. Most várjuk az újabb intézkedéseket, annak figyelembevételével valószínűleg még meghosszabbítjuk azokat az ellátásokat, amelyek mondjuk június 6-áig, 30-áig lejárnának. És hát állunk természetesen a város polgárai rendelkezésére. Akinek adott esetben a veszélyhelyzet miatt a munkahely elveszett, bátran fordult az önkormányzathoz, próbálunk ebben segítséget nyújtani, illetve hát amennyiben az élethelyzete megköveteli, nyugodtan fordulni az önkormányzathoz, próbáljuk segíteni, hogy át tudják viselni az elkövetkező időszakot. A vírus helyzet beköszönte a költségvetési tervezetet is átrajzolta. Alapvetően a város már a tervezés fázisában a előzetesen biztosított kereten felül 3 millió forintot különített el a szociális ellátásoknak a kiegészítése érdekében. Egyelőre a számszaki adatokból úgy tűnik, hogy időarányosan tudjuk a felhasználást teljesíteni, csúnya szóval fogalmazva. Tehát a szociális helyzet nem tette indokoltá még a rendkívüli keretnek a feloldását. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!